Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit, Bohém Nagyzsoló vagyok, Hunyadvasárhelyről, és mindenkit nagyon sok szeretettel várok, hogy eljöjjenek ma a második Palóc Fesztiválra, ami reméljük, hogy nem az utolsó, hiszen ennek hagyománya van, és egy nagyon nagy fesztiválról beszélünk, ahol nagyon nagy buli van, legközelebb, ha nem is jöttek el ma, vagy a múltkorira, legközelebb mindenféleképpen jöjjenek el, mert érdemes, mert mint ahogy látják, bemutatom, nagyon sokan vannak, érdemes, hogy eljöjjenek. Azon kívül itt vagyok én is, a Zetor Zsolti barátom, akit bemutatok itt, itt van velem ő is. Hát üdvözlök mindenkit, szeretettel köszöntök mindenkit. 2017. május 27-ét írunk. Egy csodálatos helyszínen vagyunk, Béren, Bérvirágos pusztán, az Andezit Hotel területén. És itt került megrendezésre a mai nap a második Palóc Fesztivál, hiszen tavaly volt az első. Reméljük, ez hagyományteremtő lesz. Én egy fellépő vagyok, Zetor Zsolti, és örülök, hogy a Palóc Fesztiválon részt vehetek, és még mindig lehet jönni, hiszen még elég sokan vannak. Remélem, hogy a harmadik Palóc Fesztiválra jövőre ugyanitt önökkel találkozhatunk. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Itt volt még a Postás Józsi, és Nórika képen a színpadon van. Tehát mindenféleképpen ajánlom, hogy eljöjjenek a legközelebbi Palóc Fesztiválra, mert nagyon jó. És tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátás! Kandella Mirtél vagyok, és a párom. Grósz Tánia. Erdőkürtről jöttünk. Második alkalommal vagyunk itt. Tavaly nem voltunk beöltözve. Most, mint élő dekoráció, veszünk részt a rendezvényen. Mint csalogató. Igen, csalogató, vendégcsalogató. Ez a népviseletünk. Régen ilyen ruhába jártak a hölgyek és az urak. Van mennyasszonyi népviseletünk is, de azt most sajnos nem tudjuk bemutatni, mert a fejdísz az nehéz felrakni a fejre. Úgyhogy megmutatom szívesen az öltözetünket. Kézzel van hímezve. Valamelyik ruha teljesen új, illetve ami nagyon régi és dédszülőktől örökölt, ki vannak keményítve a ruháink. A lányoknak az alsószoknya is itt van, csak az ugye, az nincs kikeményítve. A fiúknak kézzel hímzett ingük van, illetve ugye a régi nadrág, és hát a csizma ugyebár. Kocsi is itt van. A Bugacról jöttünk, ide járunk varázsni, és Bugacról hoztuk ezt a kis sütőfőszereléseket. Megpróbálunk itt egy kis finomságokat elkészíteni. Egy ilyen 160 kilós élősúlyú sertés, meg sertés ódalat sütünk varázson. Hát én úgy kerültem ide, hogy a férjem béri származású, itt született, itt élnek az anyósomék, és én meg segédként vagyok itt. Egy titkos páccal kenegetjük, sörrel locsoljuk, több órán át hosszan sütjük, aztán attól lesz olyan nagyon-nagyon kis. Bakonyból jöttünk erre a fesztiválra, még idáig nem voltunk a palócokon, meg amúgy is kedveljük, és hát talán ennyit tudnám mondani. Bakonyi Vatkan csapat, a mi csapatunknak a neve, az most alakult nemrég teljesen független mindentől. Hányan 15 eljöttünk el, de az ország többi részéről is a begyár csapatunkból tiszteletére tették erre a rendezvényre. Hát nagyon köszönjük a meghívást, úgy hívtak meg bennünket ide, és valószínűleg jól fogjuk érezni magunkat. Thank you.
Ügyes. Nagyon ügyes. Kamerát is kivettem. Az imént a bezárokat láthatták, ahogy együtt csörgettek a karikással. Most pedig Baranta bemutató fog következni. A mai bemutatón a karikásostor, botforgatás, íjászat, szabjavívásba fognak betekintést nyerni, de bizonyára tudják, hogy a magyar kultúra sokkal összetettebb ennél. Noszú, zeng az induló, győztesek megint, régi zászlaink, nézd a gumbatán, szép kiforma már. Aki látott már néptáncosokat, amikor botolnak hasonló mozdulatokkal, forgatják a botokat, jobb kezükbe, bal kezükbe, két kezükbe, lábuk között, gurulva, előre gurulva, hátra gurulva, a levegőbe földobva. Gyereket! Hey! Hey! A barantások eljártak a Kárpát-medencébe, a Székelyföldre, Felvidékre, a Hajdúságba, megnézték, hogy ki hogy használja a karikásokat. Jó, ostorokat föl! Egy pár fontos gondolatot szeretnék még mondani. Az, hogy magyar, az nem vér, hanem a lélek dolga. Mindenki olyan mértékben magyar, amilyen mértékben a magyar lélek át tud hatni rajta keresztül. Ez azt jelenti, hogy mindenki olyan mértékben magyar, amilyen mértékben birtokolja a kultúránknak az elemeit, a hagyományunkat, amit nem őrizni kell, és nem is ápolni, hanem meg kell élni. 2017-ben kell megkeresni azt a részét a kultúránknak, ami hozzájuk, hozzátok a legjobban kötődik. El kell kezdeni vele foglalkozni, el kell benne mélyülni, és meglátjátok, hogy sokkal szebb jövő fog ránk várni. Úgy legyen. Magyar emberek, ne feledjétek, itt ezen a földön valamikor is magyar emberek éltek. Értetek, éltek, cselekedtek és munkálkodtak,
vérüket, könnyüket és verejtéküket hullották azért, hogy néktek otthonotok, hazátok, házatok és családotok, lelketek és jövőtök legyen. Magyar emberek, a kutya mindenit, ne felejtsük el a régvolt magyar embereket. És akkor a túloldalon majd úgy várnak minket, hogy héten élek, te magyar ember vagy, vártunk már nagyon, építettünk neked ott is otthon s hazát, gyer közénk. Magyar fiatalok, a kutya mindenit, ne utazzunk el külföldre, hiszen jövőre is meg kell locsolni a nagymamát. És hogyha el kell mennie, akkor legyen kinek megszoríthassa a kezét. Magyar emberek, ne felejtsük el a régvolt magyar embereket. Baranta kör! Hatalja meg minden út! Minden út! Hújúj! Hajrá! Hújúj! Hajrá! Hújúj! Hajrá! Gyógyuljon meg minden kopasz!